A Semmelweis nap alkalmából adjunktusi kinevezést vehetett át dr. Szegő Balázs, az intenzív osztály orvosa. Szintén adjunktusi kinevezésben részesült dr. Angyalné dr. Tótok Mária, aki 2013 óta erősíti a csecsemő és gyermekosztály csapatát. Főigazgatói dicséretben részesült idősebb dr. Doma Imre, a nőgyógyászati és onkológiai tevékenységéért. Szintén főigazgatói dicséretet vehetett át dr. Verebélyi Melinda, a belgyógyászati osztály orvosa. Dr. Mersei Tamás, a krónikus belgyógyászati osztály egykori orvosának munkáját is főigazgatói dicsérettel ismerték el. Tulajdonképpen 29 év munkáját, elismerését jelenti, amit korábban még 10 évvel, még erdélyi pályafutásom alatt is folytattam. Hát tulajdonképpen a betegek életmód és állapotjavítása elsősorban előttem. A Magyar Orvosi Kamara Zala-megyei szervezete kitüntetést adott át dr. Vajda Károly nyugalmazott tiszti főorvosnak, dr. Szendrődi Miklós körzeti orvosnak és dr. Szelestei Tamás urológus szakorvosnak. A Magyarországi Munkavállalók Demokratikus Szövetsége Móriczi Emesét, Horvátné Fekete Katalint és Boros Renátát ismerte el. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Kajdár Zoltánné körzeti ápolónak adott át kitüntetést. Emellett a Keszthelyi Kórház ápolási igazgatósága, valamint gazdasági igazgatósága is adott át díjakat. Ő volt az első magyar orvos. A Semmelweis nap résztvevői Szecsei Nagy Klára előadásában Hugonnai Vilmáról, az első magyar orvosnőről is hallhattak. Dr. Szutréli Péter a Keszthelyi Kórház elmúlt 260 évét elevenítette fel. Iski Szilvia történész egy rejtélyes mérgezési esetről számolt be a hallgatóságnak. Az egészségügyi dolgozókat Ruzsics Ferenc polgármester és Nagy Bálint Keszthely alpolgármestere is köszöntötte. Dr. Kvarta Attila, a kórház főigazgatója, Semmelweis Ignác és az intézmény életének hasonlóságairól beszélt. Ismerjük ugye Semmelweis Ignácnak az élettörténetét és a megpróbáltatásait, az ő felfedezésével kapcsolatos ellenállásokat, és hogy mi lett belőle, illetve hogy hová került. Erre lehet azt mondani, hogy egy nagyon céltudatos, öntudatos, szakmáját szerető ember volt Semmelweis Ignác. Ugyanez mondható el a Keszthelyi Kórházat alapító emberekre is, hiszen amilyen megpróbáltatásokon átment Semmelweis Ignác, ugyanúgy a megpróbáltatásokon, hiszen az egyik előadásból ki is derült, ment át a Keszthelyi Kórház. Az ünnepségen elhangzott, a Keszthelyi Kórház mára már egészségfejlesztési, gyógyítási és rehabilitációs tevékenységet is végez, így komplex intézményé vált. Ez a fejlődés azonban jelentős mértékben az ott dolgozó kollégák érdeme is.